Klasszikus robogó ez, én szívesen kipróbálnám, de nem én vagyok erre hivatott, hanem Kovács András zászlós. Ő az egyik úgynevezett szigeti járőr. Mióta itt vannak, kevesebb a bűncselekmény a Margit szigeten. Sok olyan település van, ahol nagy szükség lenne hasonló járőrökre, ugyanis egyre több a lopás, rablás, betörés. Krustis Dávid olyan falvakba ment el, ahol nagy a probléma, és beszélgetett helyiekkel, rendőrökkel. Itt aludtunk bent a kisházba, és ők észrevették, hogy mi itt vagyunk bent, tehát van valaki, és nem mertek ránk törni, hanem ide belerugott, és ez az a lemezajtó éjszaka szólt akkorát, hogy azt hiszik, hogy nemink, azt gyorsan fölkeltünk, mikorra kijöttünk, akkorra ide a kukoricába beosodtak. Úgyhogy meg lehet nézni, hogy védi az ember. Hát ott van a kis ágy, amin itt kell, hogy aludjunk, azért, hogy védjük a saját tulajdonunkat. Nappal is, meg éjszaka is sajnos. Ilyen dolgok vannak, hogy nem lehet itt hagyni. Jász Felső-Szentgyörgy határában vagyunk, rengeteg itt a fólia sátor. Egy-két hét és megérik a paprika, már ha a tolvajok hagyják. Lackóik azt mondják, a terménylopás mindennapos errefelé. De nem csak az. Vittek már fúrógépet, sarokköszörűgépet, gázpalackot is. Semmi sincs biztonságban, ami mozdítható. Háromszor is volt itt betörés végső soron. Háromszor, négyszer. Négyszer. Hát meg lett bármi abból, amit elvittek? Semmi. Hiába ismer itt mindenki mindenkit. Hiába sejtik, kik lehettek a tolvajok. A feljelentés vége mindig ugyanaz. Írnak egy nyilatkozatot, hogy tettes hiánya megszűnt. Vagy mit tudom, nem keresik tovább. Az öreg nyomozók úgy szokták mondani, hogy ha megkapsz egy új ügyet, akkor mindig döntsd el, hogy mit akarsz vele csinálni. Meg akarod szüntetni, ismeretlen tettesbe, vagy pedig akarsz belőle vádat csinálni. És ezt már az elején el kell dönteni akkor, amikor az ember elolvassa a feljelentést. Ha ezt nem csinálja meg, akkor egy idő után bele fog fulladni, és saját magát teszi tönkre. Egy névtelenséget kérő rendőr az ország egy másik pontján azt magyarázza, annyi a munkájuk, hogy ami eleve reménytelen, arra inkább nem pazarolják az energiát. Szörnyű azt kimondani, mert végül is nem erre esküdtünk föl. Én is azt mondom, hogy az igazi jó az az lenne, hogyha minden ügyet lelkiismeretesen végig lehetne nyomozni, de egyszerűen nem lehet. A feljelentés alapján el kell dönteni, hogy fogsz-e tudni olyan bizonyítási eszköz beszerezni, legyen az akár tanúvallomás, akár tárgyi bizonyítási eszköz, amivel vádra el tudod vinni az ügyet. Ha nem, akkor úgy kell nyomozni benne, hogy abban ne is legyen már semmi. A rendőr szerint a másik nagy probléma, hogy az idő nagy része nem a nyomozással, hanem az adminisztrálással telik. Inkább titkárnők vagyunk, mint nyomozók. És ez szerintem a járőröknél is ugyanígy van. Nekik is rettentő sok a papírmunka. Hiába van egy belső számítógépes rendszerünk. Hiába van internet. Ha mondjuk én egy másik kapitányságot megkeresek, akkor még mindig faxon kell elküldenem a megkeresést. Le kell írnom papíron három példányban, kettő megy az iratba, egyet faxolok el. Gyakorlatilag fölöslegesen gyártjuk a papírokat, nem egy esetben. És ez hát sajnos meglátszik a munkán is. Ez már Kesznyéten, Borsod megyében. Júliusban ebbe a kertbe mászott be három férfi, nem is titkolták, mit akartak. Hát lopni. Zöldséget, uborkát, ilyen dolgokat. Csak hogy a kerítésben áram.